3, 2, 1. Űrmajmok. Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Lamacsú Rádión, ez itt az Űrmajmok Podcast Balázs Tomival. És Lajos Marcival, sziasztok. Most egymást konferáltuk fel igazából, de vissza is adom neked a szót, Marci, és akkor mondd el, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban. Hát az Oscarról fogunk beszélni, ugye nem olyan régen volt, bár amikor ez az adás majd bekerül, addigra már lehet, hogy senki nem is fog rá emlékezni, mi viszont itt vagyunk, hogy emlékeztessünk rá. Hát, hogyha minden jól megy, akkor az Oscar díjátadó után 2 héttel kerül adásba a műsor. Remélem ez össze is jön. És akkor így arra gondoltuk, hogy ki lehetne beszélni, hogy akkor kikapták az Oscart, illetve hogy mi erről a véleményünk, mert az van. Hát az, az van rendesen. Minden évben megrendezik ezt a gálát. Számomra már egyre, lehet, hogy ez a korra jár, de egyre inkább visszásabb, mert ez az állandó önfelszokkodás, meg ez az állandó reklám, meg ez a csili-vili. Jó, régen se volt másképpen, de ha nem tudom, összevetem mondjuk a 70-es évekkel, akkor azért ott, hogy mondjam, ott tényleg a filmekről szólt inkább. Én nem érzem tényleg már azt, hogy olyan presztízs értéke lenne, mint régen. Abszolút. Meg ugye ez ilyen köztudott, hogy ilyen reklámkampányokat indítanak ugye így a stúdiók, a kiadók arra, hogy megnyerjék így a szavazatokat. Nyilván ez nekik is azért egy elég jó reklám. Persze. Sokat lehet még pluszba kasszálni ezzel. Meg hát ők még így érzik ebbe a presztist, meg akkor így a ugye a filmeknek a borítójára, meg az ajánlókba be lehet írni, nem tudom hány Oscar-díjas film, meg aztán ezekre később is lehet hivatkozni, hogy a Titanic Oscar-díjas producerétől, tudod, amikor az ilyen producerekre hivatkoznak. Az mindig egy rossz hely, kedves hallgatók, hogyha a producerre hivatkoznak, mert attól még, hogy ő adja a pénzt, és ő adja az Oscart, ez nem jelenti azt, hogy ez egy jó film, hogy ugyanolyan jó film lesz, mint amire hivatkozik, ugye? Persze, szerintem, hogyha rendezőkre hivatkoznak, az reális. Az már inkább, meg az írókra. De hol van egy művészi faktor, mert mondjuk tényleg a producernek is nehéz, meg fontos a munkája, de hogy azért nem ez a művészi megközelítés, mint egy színész. De a legjobb filmet mégis a producer kapja, ami tök vicces, nem? Hát, mert ugye a rendező az a legjobb rendezőnek erről díjat kaphatja. Ez így van. Úgyhogy biztosra akarsz menni, akkor te vagy a filmednek a producere, te is rendezenek, te vagy a főszereplő. Itt a James Cameronnál, nem? Hát igen, meg a... Mondjuk ott nem te vagy a főszereplő, vagy te, a James Cameron a főszereplő. Nekem a Reyes Gábor jutott az eszembe egyébként. Mert ő aztán nagyon közel volt az Oscarhoz, ugyebár, mint tudjuk. Igen. Oké, szerintem csapjunk is bele. Nekem lenne még egy kérdésem hozzá, hogy mennyire érezted erősnek ezt az évet? Egyáltalán nem. Hát... Voltak nagyon-nagyon erős filmek, de nekem továbbra is az utóbbi mondjuk, nem tudom, 5 évben, még mindig a 2019-es volt a legerősebb. Amikor a Parasite. Akkor a Parasite nyert, igen. Mert ott az összes film jó volt, amit jelöltek. Egyébként én elégedett vagyok, mert nagyon jó filmek voltak. Én nem azt mondom, hogy az összes film, amit jelöltek, az jó volt, meg nekem van olyan film, amit nem jelöltek, és szerintem nekem mondjuk így, na minden, majd kitérünk erre. Azt nem láttam, és nekem van egy sejtésem, melyik az, igen. De majd kitérünk rá. Majd egy borítékba, írd le, rakd be egy borítékba, és akkor... Már el van rakva fejborítékban. Oké. Okay. Jó, elmondod esetleg, hogy miket jelöltek ide a legjobb filmre? Legjobb filmre, ha mondjuk sokat nem spoilerozom, mert 100 éve vége van, de legjobb filmre ugye jelölték a Women Talking-ot, a Szomorúság három, bocsánat, hogy azt angolul mondom, a Szomorúság háromszögét, a Top Gun Maverick-et, a Tárt, a Fableman családot, az Elvis-t, a Banshee of Inisherin-nek mi volt a magyar címe? Sziget szellemei, tényleg. Avatar, vizes, víz edition, meg a... Mi volt egyébként, hogy egyszerűen víz útja, ugye? Ja, igen, a víz útja, de számomra az, hogy nem tudom, Waterworld, mindegy. Aztán nyugaton a helyzet változatlan, és a mindig, mindenkor, minden egybe, és akkor, és most viccelek, everything, everywhere, all at once. Igen.
Ebből én egy kivételvel láttam mindet, sajnos a Women Talking-nak nem sikerült meg megnézni, terveztem, hogy eddig az adásig megnézem, de aztán sajnos hát God of War-oznom kellett, úgyhogy nem tudtam előbb Kellett, igen. megnézni. Hát én nekem nincs már jobb kifogásom igazából, én többet nem láttam sajnos, ugye a Women Talking-ot, nem a Fableman családot, meg a... Jó, a többit... Ja nem, meg az Elvis-t nem láttam még, ami vicces, mert hogy engem az zenei filmek azért mindig érdekelnek, de Igazából én megvan az azt apam. gondolom, hogy amik neked pont kimaradtak, Azok nem kár. hát nem annyira. Mondjuk az Avatar helyett azért, hát jó. Lehet inkább a Women Talking-ot néztem volna, tudod, mert azt ugye egyikünk se látta, sajnos. Igen, az mondjuk jó lett volna, hogy valamelyikünk látja, de majd bepotoljuk mindenképpen, Igen. és akkor elég szép csokor lesz. Akkor amúgy kezdjük a legjobb picture-rel, aztán majd ilyen hozzá tájingolunk majd így, nem tudom, a Szerintem többit. legyen ilyen kötetlen, és akkor Legyen megbeszéljük kötetlen. ugye ezeket a filmeket. Vagy azt is lehet, hogy akkor mondjuk el, hogy ki nyert. Igen, ugye az Everything Everywhere All at Once nyerte az idén az Oscart, ami Igen. valahol sejthető volt. És te kinek adtad volna személy szerint, engem tökre érdekel. Hát Azok ezek alapján, közül... amiket láttál. Aha, de olyat is mondhatsz, amit amúgy Húha! mondjuk nincs itt, tudod, de azt Az a gondoltam. rossz, hogy nem emlékszem, miket láttam. Mármint, hogyha így most mondok egy párat, mondjuk én mondjuk jelöltem volna a menüt is, hogy őszinte legyek. Ha már a szomorúság háromszögét jelöltük. Szerintem jobban úgy a menü, mint a szomorúság Hát háromszöge. igen, akkor a helyette lehetett volna Igen. esetleg. Úgy, hogy én szeretem amúgy a rendezőt Östlund, azt hiszem. Igen. És svéd, vagy norvég, nem, svéd Svéd. rendezőről beszélünk, ugye, aki a Square-t rendezte, én nagyon szeretem. Szeretem ezt a társadalmi dolgot is, meg szerintem ízléses is volt, de alapvetően egy jobb film, meg gondolom a menüt. Én nem értek ezzel egyet, nekem amúgy jobban tetszett a szomorúság háromszöge, Ez mint a menü. teljesen De annyira nem megérthető. tetszett egyébként egyik se. Igen, mert te már nem nagyon... Te már kiégtél ezektől a Hát társadalmi... igen, hogy én hoznék egy ilyen szabályt, hogy most ilyen társadalom kritikás filmet a darabig volna, hogyha nem csinálnánk, hogy mekkora köcsögök így a gazdagok és szegény, nem tudom, szegények. Szerintem ez mindig aktuális lesz, csak... Szóval a Parasite az sokkal ízlésesebb társadalom Igen, kritikával mert a szerintem. koreaiak nem először, tehát a koreaiak nagyon érdekeltek, meg nagyon jól tudnak ebből filmeket csinálni, szerintem. Meg az amerikai, koreai, nem tudom, különbségeket, ezt tökre tapasztaltak ebben. Most az, hogy Svédországban érted, tehát így, hát ott a, aki szegénynek számít, az kb. Az itteni felső Na hát középosztály. igen. Tehát, hogy érted. Nem azt mondom, hogy akkor nem tudhatja, de érted. De ettől függetlenül ez egy amerikai produkció összességében. Kinek adtam volna még? Az a baj, hogy például a Babilont én nem láttam. Igen. Ja, nyugodtan persze, hogyha meg szeretnél valamit hozzáfűzni, Nem, amit nem, ne nem. Hát, ha akarnál meg. eszembe jut majd közben, mondd nyugodtan. Ja, hát igazából most így kb. Előtted, amit én akartam mondani, hogy nekem így a Babylon az nagyon tetszett, úgyhogy így én hát a Babylont azt szívesen jelöltem volna. Állítólag rossz volt a promója egyébként, és az volt a Nem legnagyobb derült ki, hibája. miről fog szólni a film, azt aláírom egyébként. Mondjuk nekem ilyen pozitív csalódás volt, mert tök másra számítottam, így a trailer alapján, úgy tűnt, Aha. hogyha egy ilyen nagy ilyen kokain mámoros, ilyen bulis, nem tudom, dolog lenne, Igen. ami így volt benne, de sokkal többről szólt szerintem. És tök érdekes, hogy általában elég oszkélen, elég hálásan szoktak futni azok a filmek, amik így Filmforgatásról szólnak, amik ugye? ilyen Igen. filmekről szólnak, meg így a Hollywoodról, és valahogy nem Furcsa. tudom, itt lehet, hogy ezen mutatott egy olyan képet, ami nem tudom, én nem tetszett így. De ugyanakkor a stáb is azért eléggé erős volt. Tehát, hogy ez így Erős volt nagyon. nem egy olyan film, amit így, amit így, amire így azért kíváncsiságból nem ugranál be, to be honest. Tehát, hogy itt a Brad Pitt meg a Margot Robbie, az szerintem eléggé hatalmas Ja, selling point. persze, igen. Hát talán volt egy ilyen főszereplőben egy mexikói srác, és talán nem volt annyira erős. Aha, igen? Akkor igen, és hát Fú, de fel megnézem. tudja. De nagyon ajánlom, és moziba tök nagy élmény volt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy moziba meg tudjátok Tehát nézni, mondjuk akkor akkor... ezt mondanád, azt, hogy mondjuk ezt az Elvis helyett beraknád Hát inkább. az Elvis helyett mindenképpen Hogy beraknám a bármit beraknál az Elvis helyett. listából, igazából most nekem így az Elvis, az nekem nagyon nem tetszett. Tehát nekem, én amúgy így a Baz Luhrmannnel nincs különösebben bajom. Jó, én a Róma és Júliát nagyon szeretem tőle, De az de első oda film. ahhoz illik az ő stílusa. Amúgy az Elvishez is végig is mondhatjuk, hogy illik.
de nekem már sok volt. Meg hogy egyszerűen annyira kapkodós ez a film, Hát, hogy... mint a Baz Luhrmann általában. Hát igen, és hogy ez nem nagyon sok. Én őszintén szóval én ugye nagyon kötődnék, valamint nem kötődnék, mert én inkább Beatles-ös vagyok, mint Elvis-es, már hogyha léteznek ilyen ellentétek. De engem, nekem nagyon elvette a kedvemet két dolog is, vagyis három. Az egyik az az, hogy a Baz Luhrmann, én gyűlölöm a stílusát, utálom, ahogy rendez, meg utálom, ahogy, így, ahogy szét van ripacskodva a látvány. Utálom, mint a szart. Nekem nem tudott, nem, tehát a Romeo és Juliát én is szeretem, de a többi, a Moulin Rouge, meg ezek egyszerűen annyira, fú, nem. Nekem nagyon, jó, ez mondjuk szubjektív, de én ki nem állhatom azt a rendezést, amit ő csinál. A másik dolog meg az, hogy van a kis barátunk, Áron, szia Áron, aki szintén megnézte, és ő azt mondta, hogy van benne olyan zene, ami rohadtul nem illik oda. Igen, igen. Ez is egy Baz Luhrmann-es hülyeség egyébként, ezt csinálja, ami ízléses volt, nem tudom, Moulin Rouge-ban, mondjuk én már ott se szerettem, mondjuk 10 évesen még bejött, de nincs annyi Elvis szám, hogy ezt így lehessen, hogy lehessen eladni, vagy mit akartak ezzel, nem tudom. Össze-vissza ugrál az időben, ezért szerintem démonizálja azt a generál, vagy hogy hívják a menedzserét az Elvisnek. Hát már úgy tényleg egy faszszopó volt. Hát jó, igen, csak nem tudom, hogy még el is volt az maszkírozva, ezredes. Az ezredes, hogy el is volt maszkírozva a Tom Hanks. Nem tudom, kicsit olyan volt, mint egy ilyen luciferi figura, megjelenik, és akkor így nem tudom, add el ki a lelked. De amúgy nagyon sokan azt mondták, hogy rakásszar volt a Tom Hanks alakítás, tehát így kurva béna volt. Nekem se tetszett egyébként. Meg én egyébként a sráctól se voltam elájulva. Vagy jó, mondjuk így lehozta így Elvis, de mondjuk az a Austin Butler, nem idegesítem úgy így ránézésre már valamiért. Mondjuk az Elvis nem egy hálátlan szerep szerintem, bár nem mindenki fit, hogy eljátszoljon, azt gondolom. Most ő fogja játszani az egyik karaktert az új Dűnébe, a Dűnének a folytatásában. Figyelj, hogyha van mögötte... Akit a Sting játszott régen most. Na, arra kíváncsi leszek. Mondjuk, hogyha van, lehet, hogyha van mögötte egy jó rendező, akkor jól tud játszani, tudod. A Baz Luhrmann nekem nem egy jó rendező, és bárki bármit mond. És azt is megértem, ha valaki a Romeo és Juliát nem szereti, de én nagyon szeretem. Ezt szerintem az egyébként jó valahogy, ez úgy el van találva, azt nem szeretem. Úgyhogy nem láttátok még a Leonardo DiCaprio-s Romeo és Juliát, a Baz Luhrmann verziót, ugye? Akkor azt én ajánlanám, szerintem jól van. Is volt, igen. Jöttem, nem tök jól van adaptálva, ilyen modern korra az a sztori. És amúgy, ami nagyon érdekes volt nekem még, ha már csak tovább lépek egy filmmel, hogyha megengeded. Nyugodtan. Hogy ki... Szóval elviszont ne beszéljünk többet. Én többet nem, azért okay. Megyek is tovább, hogy például, hogy ki gondolta volna, hogy egy Top Gun film lenne Oscar, nagyon vicces. Pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy mit szólsz, hogy a Top Gun szerepel az egyik filmek között. Hát most gondolj bele, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, nem is 20 év, mit tudom én, amikor mondjuk tegyük fel vagyok, már egy kicsit már filmszevi vagyok, tehát hogy már nézek értelmesebb filmeket is, és meg tudok különböztetni, nem tudom, dolgokat, trash-t, vagy commerce filmeket, a nem commerce, kiröhögtem volna azt, aki azt mondja, hogy egy Top Gun lesz valaha Oscar jelölt. Hát sőt, őszintén nem is vártam ugye, Top Gun-nak a folytatását, mert ilyen így az egytől se voltam úgy így elájulva, vagy egy poén, meg én így megértem. Poén, igen, de, így. De ez nem egy annyira jó film, tehát hogy a sztori, az igazából azt hiszem nem olyan érdekes benne, meg nem egy annyira izgalmas film. Mi megbeszéltünk is róla ugye az egyik igen. Kis podcastunkban, hogy a Top Gun, az nem egy jó film, ez egy szörnyű, nem szörnyű, hanem ez egy propaganda film. Igen. Viszont a Top Gun Maverick, ugye erről is beszéltünk, hát le a kalappal előtte, én háromszor láttam moziba, és imádom azt a filmet. Nagyon jó film, nagyon, nagyon meg is érdemelte szerintem, mert ő kapott ugye Oscart, ugye? Igen. Kapott, igen. Méghozzá hangér, azt hiszem, hogy mindjárt megnézem, hogy azért ne legyek teljesen hülye. De... Közben elmondom, hogy egyébként szerintem a Top Gun egy nagyon jó film. Igen, hangja. Azért szerintem nem lehet összehasonlítani. Szóval nekem mindig tudod így ez a problémám az ilyen Oscarral, hogy most nem tudom, egy Avatar, meg egy Top Gun azt mondjuk pont, sziget igen. Szellemeivel na, versenyeztetett, tehát hogy egy látványfilmet, meg egy ilyen régi vágású, nem tudom, akciófilmet versenyeztetsz mondjuk egy drámával, meg a Tárral, érted? Na igen. Egyszerűen... És nekem a musicalek is annyira furák, tudod, így a legjobb film kategóriában, hogy nem tudom, egy La La Land,
Az tényleg nem tudom, így versenyező, A de... La La Land az azért jó volt a vége miatt. Jó, A akkor vége mondjuk miatt a, volt nem nagyon tudom, a jó. Molerbus mondjuk. Az nem jelölték, hála Istennek, Meg a lófaszra se. Chicago, meg Na a ilyeneket, Chicago tehát, az hogy... menjen a picsába, tehát ezt nem is értem, bazd meg, hogy bár elnézést, de hogy a Chicago nyerjen egy Na, Oscart, bocsánat. na bocsánat, már Rósa, már Matyi után szabadon. Igen. Szóval igen, hogy ahogy se a Chicagónak, se a Top Gunnak nem kéne, ugyanakkor meg most a Top Gun Maverick egyszerűen kurva jó. Meg ugye meg, Nagyon azt jó. mondják, hogy megmentette így Megmentett, a igen, mozit. pont És ezt amúgy akartam mondani. tényleg nagyon jó, és ja, szóval én nagyon élveztem, de nyilván nem adtam volna neki a legjobb filmnek erre Oscar-t, és Nem. amiket nem is De jelöltem az Avatar volna. ugyanez, az is egy ilyen megment... Nem, ő ment a megmentés után, tehát ki merte már adni, ugye? És a Top Gun nagyon jól tette, hogy várt a Covid utánig, amíg kiadják, Hát szerintem. akkor áttérhetünk az Avatar-ra Hát esetleg. most már igen, de még annyi, hogy a Top Gun kapott a Aha. legjobb hangért, Oscart, és Megérdemli megérdemelte egyébként, szerintem tényleg, is. meg amúgy így látványos volt, jó volt a hangja, Tök jó nagyon jó volt megtippeltem moziba. ezeket, amikor néztem élőben. Ja igen, én végig szenvedtem az Oscart, mert Én egy végignéztem. darabig néztem, aztán úgy voltam vele, hogy inkább alszom, szóval most Fent így voltam elég eddig. borítékolhatóak Igen. voltak. De jó ezeket meg tudod megjósolni. Ja, na hát Avatar. Szerintem kurva unalmas volt. Mármint, Én hogy baromira én untam, nem tehát untam annyira, egyszerűen. mint te Én egyébként. nagyon nem bírtam, szenvedtem így a moziban, borzalmas. Hát olyan volt ezt neked már százszor mondtam, mindenkinek ezt mondom, hogy amikor elmész egy médiamárba a tévékhez, és akkor vannak ezek a demók, amik loopolnak és mennek. Na ez volt 3 órában számomra. Igen, én egyszerűen rájöttem, hogy nem bírok olyan filmet nézni ennyi ideig, amiben nincsenek így emberek kb. Mert egy alig voltak. Rajzfilm, ez egy Tehát rajzfilm nagyon-nagyon volt. sok olyan jelenet volt, hogy nem, tehát hogy így tényleg így CGI-val voltak, Igen. meg ilyen. De senki nem gondolta egy percig se, hogy az Avatar bármit is, vagy nyert Hát az de ugye Avatar régen, bármit. amikor akkor nagyon, akkor majdnem megnyerte az Hát első de nem díjat, a nyerte Bomber meg. Földjén kapta inkább, Igen. ami szintén nem egy olyan jó film, de azért Nem értek inkább, mint az egyet, szerintem az Avatar. jó, igen. De ahogy mondtad az előbb, azt se lehet összehasonlítani ezt a két Hát filmet. jó, de most érted, egy Bombák Földjén tényleg a legjobb film abban az évben. Azt se Az tudom már, évet. mivel volt. Na hát ez az, hogy azt az évet minősítő, hogy nem tudtok jobb filmet Nem, abban az időben, csinálni. hogy egész Mert most unalmasak voltak. idén igazából kapásból azt hiszem 4 filmet tudnék mondani, még a jelöltek közül sem jobb, mint a Bombák Az Földjén. igaz, meg amúgy senki nem emlékszik a Bombák Földjére, az a vicc. Hát És nem. így nekem tetszett, nekem vannak benne emlékezetes Én láttam jelenetek. egyébként többször is, mert vannak, ja, amúgy vannak benne jó jelenetek, csak nem tartom ezt így a legjobb filmnek, érted? Egyik évben sem, de... Igen. Szóval az Avatar az, igen, az egy gesztus volt szerintem leginkább. Semmi, ugyanaz volt, mint az Egy csak vízben, nem erdőben. Ja, de Te... ez egy nagy dolog, hogy vízbe forgattad, nem? Juhú! Nem volt még ilyen soha, ugye? Nem Nyilván. tudom, engem nem érdekel a látvány. A videójátékoknál is így vagyok, hogy így legyen egy jó sztori, meg legyen jó a játékmenet, de most mi mennyire szép, és nem tudom, én lehet, hogy már az én szemem, tudod, nem elég Nem, hozzá. nekem egyszerűen minek? Tehát, hogy ez az olyan, mint azok az ellentétek a konzolosok meg a PC-sek között, hogy látod, hogy a haja hogyan megy, hogyha van egy 150 ezer forintos videókártyát Jó, hozzá. hát Hát én ez, is lehettem tényleg ezt oltva, hogy akarom? most az új God of War-t, azt nem tudom, PS4-en Őszinte, játszottam, nem hol érdekel? PS5-ön. A sztori Felesleges. ugyanaz, egyébként így a Igen. játékmenet ugyanaz, szép volt egyébként így is, mindig is jó, olyan jó tévém azért hozzá. Ennyi. Meg nem tudom, szerintem ez már egy túlköltekezés, egy olyan hobbira, ami, érted, úgyis öreg lesz. Ja. Az Avatar legalább nem kell gépigény. Jó, hát az Legalább Avatar még nem érdemel több szót szerintem. ennyi. Jó van. Hát Nem? akkor De hogyha még menjünk. van benned valami, mondd el nyugodtan, csak én azt gondolom, Nem hogy... ajánlom Amúgy én senkinek. se. Na jó. Igazából én azt mondanám, hogy minden áron meg akarja valaki nézni, akkor inkább moziba, így a látvány miatt. Otthon De alvásra ott jobb. meg így végülni. Hát jó, de otthon meg mit ad? Mert ugye a látvány sem Hát az, nincs hogy annyira alszol otthon. egyet. Hát kb. Igen. Vasárnap. Hova melyik filmre ugranál? Mondjuk legyen a Fableman család, mert azt láttad. Jó, igen. Az vicces is volt, mi pont találkoztunk így a művészben, mi a Igen. Fableman-t néztük, ti meg a Sziget szellemeit, ugye a Sziget Igen. szellemeit már láttuk korábban. Hát jobban jártatok szerintem. Ja, ezt mondta a Hát ez a Judit is. Fablemans, nem tudom, nekem így az volt vele a bajom, hogy szerintem nem volt elég érdekes. Én értem, hogy így a Spielberg életéről szól, meg hogy ő ezzel romantizál, meg hogy ez neki fontos. És voltak olyan jelenetek, ami tényleg így a filmkészítésről
szólt, meg hogy így azt mutatta be. Igen. És szerintem az érdekes volt, meg voltak olyan jelenetek, amikre kell, mint hogyha gyerekkorában már előre utalt volna ilyen későbbi munkáira, mondjuk így az Indiana Jones 3-ra, a Ryan közlegény megmentésre, tehát hogy amit így leforgatott gyerekként ilyen, tudod, hát nem rajongói filmek, de ilyen, tudod, ilyen amatőr filmek, hogy azokban az már megjelentek. Lenne. És hogy azok amúgy jók voltak, csak nagyon kevés volt szerintem az a részben a filmben. A családja meg egész egyszerűen szerintem nem érdekes. Tényleg? Igen. Szerintem, tehát, hogy ez a családjáról, ez a sztori, ez nem elég érdekes. De miért van akkor így tövig szopkodva? Tehát, hogy így ilyen kellemes csalódásnak, meg ilyen fú, de rohadt jó. Én azt gondolom, hogyha ez nem... Na, hogyha nem ismernénk így Spielberget, meg nem lenne az a rendező, aki... Akkor leszes szar, nem? Nem, tehát, hogy akkor ez nem lenne egy érdekes sztori. Vagy úgy. Szóval, hogyha nem kapcsolod össze Spielberget, hogy ez róla szól, akkor nem elég érdekes ez a sztori szerintem. És Paul Dano meg a David Lynch milyen volt benne? Hát a David Lynch abban annyit szerepelt, mint mondjuk a Hugh Grant ugye lesz anyom. Tényleg? Az olyan egy kicsit többet, mert... Az mondjuk kiábrándító. De hogy nem volt sok szövege, jó, volt mondjuk három sora, mondjuk. Amúgy az a jelenet, amiben a David Lynch volt, az volt a legjobb jelenet szerintem, mert az amúgy így érdekes, hogy egyébként a filmrendezőt játszott benne, nem lőm le, aki meg nem látta. De az a jelenet, az nagyon érdekes volt. Paul Dano, az... Nem tudom, azért hozom föl, mert én szeretem. Tudom, de hogy bárki eljátszott volna igazából. Úgyhogy... Tehát akkor semmi extra? Nem, nekem nagyon, nekem kicsit ilyen, nagyon Spielberges is volt sokszor. Jaj, ez nyálas. Volt benne egy-két jó ötlet, meg voltak benne, tehát az ilyen filmkészítéshez kapcsolódó részek, azok jók voltak, de én azt éreztem ott, hogy ahol vége lett a filmnek, ott lett volna érdekes. Tehát ott jött volna, tudod, így az érdekes rész. És ha lenne mondjuk egy Fablemans 2, akkor azt lehet, hogy megnézném, mert az már az a rész lenne, ami érdekel, tehát az életének az a része. Így a családja, hát nem tudom, meg lehetett nézni, de én kicsit irigykedtem, hogy így a Sziget Szellemeit nézitek, mert mint így az volt bennem, hogy jobban járt. De durva, az másodjára is. De ha már a Sziget Szellemeit, akkor át is kanyarodhatunk rá, mert nekem sajnos nincs mit mondanom a Fablemansről. Na nézd majd meg azért, aztán megbeszéljük, mert kíváncsi vagyok a véleményedre. Jól van. Hát a Banshee of Inisherin, vagy Sziget Szelleme, nekem azt tűnt fel az Oscaron, hogy amúgy nagyon elég reprezentatív lettek az írek. Mármint, hogy az a mainland ír színészek, meg az ír történet is. Ugye nemzetközileg is jelöltek egy írfilmet Oscarra, csak úgy mondom. És sok ír is volt ott. Meg egy rövid film nyert is, ez egy ír rövid film nyert. A rövid filmet megnyerte? Ó, az nem az elefántos volt. Na mindegy. Szóval a Sziget Szellemei az... megérdemelte az Oscar jelölést, de egy annyira réteg film szerintem, tehát hogyha nem, vagyis nyilván, tehát hogy pont annyira réteg, mint amennyire nem réteg. Tudod, egy kicsit ilyen, hogy az amerikai stílus az ott van, meg a rendezés, az látszik rajta, mint az In Bruges-ben, amit te ugye nem láttál, de nagyon hasonló a stílus. Nem, hogy hasonló a stílus, tehát hogy hogy hívják a rendezőt, nem fog eszembe jutni. Ez most elég ciki, mindegy. Ja, közben azt... Martin McDonagh, igen. Na, bocs, hogy így közben szólok, hogy azért nyert an Irish Goodbye és live action short. Akkor tényleg ír volt az. Na. Igen. Tehát, hogy reprezentatívak voltak az írek, és ez amúgy nem baj, mert nem is tudnék mondani még egy ilyet. Hát meg ugye a legjobb férfi főszereplő kategóriába, ugye jelölték a Colin Farrellt is, ugye igen, a Sziget Szellemei miatt, hát... meg ugye a Paul Mescal, őt meg az After Sun miatt, és ő így, igen, igaz az After Sun-ban skótot játszott, de egyébként tényleg, én azt hittem, hogy skót, nem, ő egy írszínész, ő azért robbant be a Normal People sorozattal, amit amit nagyon ajánlok, az egy nagyon jó sorozat, meg a Sally Rooney, ugye Sally Rooney könyvéből van, Normal People, okay, az a címe a könyvnek is. És ugye a könyv azt szerintem még jobb, mint a sorozat, de a sorozat is nagyon jó. És nagyon bírom Paul Mescalt, úgyhogy tök örültem a jelölésének. Én most láttam először egyébként, de visszatérve az Inisherinre, tehát hogyha nem tudod a hátterét a filmnek, szerintem akkor is totál élvezhető, meg nagyon jó a rendezés, nagyon szépek a tájak is, meg azért elgondolkozom rajta. Tehát, hogy van elgondolkodtató egy szinten, ugyanakkor meg így azért össze lehet benne zavarodni, tudod.
Hát figyú, Van-e rám benne írt túlzás? pár napja egy ismerősöm Facebookon, és mondta, hogy megnézte a Sziget Szellemét, és hogy el tudnám mondani, hogy ez most így mi volt, mert hogy hát, ha nekem van ötletem, így azt mondta, és Saját akkor kútfőből? így mondtam neki, hogy írtam róla Facebookon is, és akkor oda ugye így megjelöltem, hogy ott így leírtam, de igazából, hát mert ugye nyilván, ugye ez az ír polgárháborúnak ugye így a metaforája, és a Igen, szereplők, elejétől a végéig. igen, és így a szereplőknek a viszonyájának, meg így az ír népnek így a viszonya, Igen. meg a szétszakított Írország, de hogy ez szerintem egy átlag néző, azt szerintem nem tudom, hogy mennyire Na járatos ezért, így az ír történelemmel, mert nekem mondtam is az elején. szerencsém volt, hogy film előtt pont belefutottam egy hozzászólásba, ahol írták, de egyébként, Nekem meg ahol az Áron írták. mondta. Ha, ne! Nem, féltem, hogy valaki előjön ezzel, vagy én vagy te. Ja, úgyhogy igen, szóval szerintem ezt el Hát tudom azért... képzelni, hogy egyébként, hogyha ezzel egy valaki nincs tisztában, akkor így nagyon Hát ezért is nehezen mondtam, hogy ez emészthető. ilyen réteg film, de nem réteg film. És azért nem réteg film, mert szerintem könnyen befogadható. Abszolút, szerintem. Én ugye a rendezés miatt. Elég amerikai ízlésre is van. De szerintem könnyen fogyasztható, csak maximum nem teljesen érted, hogy ez miért ilyen morbid egy-két jelenetben, ne? Ugye az újakkal. Én annyira nem szeretem egyébként a Martin McDonagh-nak a filmjeit, de ez nagyon tetszett, a Sziget A Szellemei. Brüss nézd meg, hogy legyen egy összehasonlítás veled, Meg hogy fogom. mindenképpen. Már egy kicsit ilyen dacba, és nem néztem meg Ne, eddig, de jó, majd nem, tényleg megnézem. jó, tényleg jó, azt kell mondjam. Tehát még jobb, mint a Banshee. Hát meg ugye van a három óriás plakát, tudod. Én azt is szeretem. És ja, nekem, de ezt már mondtam már egy Igen. podcastban, hogy nekem kicsit valahogy már túlzás egyébként az. Ha De már egyébként a Sziget számára nem tetszett, úgyhogy, ja. túlzások, Igen. menjünk aki megnyerte, Hát és akkor szerintem esik még le, azt legyen hagyhatnánk a az végére, utoljára. úgyhogy Oké. igen. Hát ugye megnéztük együtt a Szomorúság háromszögét, ugye az Ösztönt filmet. Ja, hát szerintem arra akarom még beszélni. Nem, Mert ugye igazából azt nem, én mondtuk, hogy kifejeztem. mondtad, hogy neked jobban tetszett a menü. Nekem Igen. jobban tetszett a Szomorúság háromszöge, de ez annyira nem tartom nagy számnak. Nekem a négyzet az jobban tetszett akkor már A a négyzet az rendezőtől. kurva jó volt, igen. Úgyhogy, Ezt ja, ajánlom. szóval Szomorúság háromszöge, szóval egyszer érdemes megnézni, Igen. de én nem adtam volna neki Oscart, úgyhogy nem is baj, Meg nem aki kapott. szereti a Refuse, meg tudja a hátterét, akkor az érteni fogja, mert megszólal benne. Ugye, svéd, nem is tudom, hardcore zenekar, szerintem kurva jó választás volt, de megint csak az átlag néző nem fog érteni, de ez nem egy magas kultúra, azért nem mondanám, de ez nekem egy tök jó volt. Nagyon szeretem a Refuse-t. Ha már magas kultúra, hogy egy szokásos, ne csúnyában beszélsz most, ezt megfigyelted? Ő tényleg? Aha. Nem baj, ez egy ilyen hardcore show most. Jól van. Oké, a tár? Neked hogy tetszett? Én nekem nagyon tetszett a tár, nagyon vártam, nagyon sokat vártam is tőle, és meg is kaptam mindent, amit akartam igazából. Két Blanchett nagyon erős benne. Nagyon túl erős, ami azt illeti. Nem őt képzeltem oda, de ezt te is szerintem így vagy ezzel, hogy azért eléggé elvitte a sót, és nagyon sajnálom, hogy ő nem nyert női főszereplő Oscart. Én teljesen el vagyok elvívva a kérdésétől egyébként, hogy valahogy most így nagyon megkedveltem. Nem csak emiatt, hanem hogy valahogy most fedeztem fel újra magamnak. Hogy nagyon jó színésznek Aha. tartottam eddig is, de hogy valahogy most döbbentem rá, és hogy tervezem is meg olyan filmet megnézni, amik régen kimaradtak. Szerintem majd én is, mert jobban meg fogom figyelni. Van egy Woody Allen film, amiben szerepel. Melyik? Várjál. Nem a Párizs, nem a A Matchpoint. Blue Jasmine, Blue és ez egy Jasmine az. nagyon-nagyon jó film, és hogy Meg ott nem láttam. igazából nekem az volt az, amikor így totál megkedveltem a Igen? két Na, akkor ezt meg Blanchettet, is hogy nézem, igen, hogy... tehát hogy így az volt, hogy megnéztem, és mondom, wow, hogy fú, tényleg. Tőgyízik vérig színésznő, igazából. Nagyon ügyes, és nagyon jó volt, szerintem a terület tök jól áll ez a témához. Egy baj van a tárral, mármint hogy szerintem nem baj, hogy aki mondjuk nem szereti a slow burning dolgokat, az meg amikor sokáig nem úgy tűnik, mintha nem történne semmi, de közben történik,
ugye a háttérben meg nagyon nézed, meg nagyon feszül. Az nézem Marvel filmeket. Igen. De nem, most nem tudom. Tehát ez nem az már fel negatívumnak szerintem. Nem, nem negatívum, csak azt mondom, hogy ha ajánlanám, akkor mindenképpen ajánlom mindenkinek, de ez egy hosszú film, és érdemes, hogy mondjam, odafigyelni rá nagyon, mondjuk az összes filmre, hogy őszinte legyek, de ez egy nagyon lassan kibontakozó film, és a lehet, hogy nem tudom, nem tudtam eldönteni, hogy ez most elkésett a MeToo dologgal, vagy nem késett el, meg a trendekkel. Ezt a kritikát így a TikTok kedvelő hallgatóinknak szerintem mondjuk inkább, mert mint szóval nem gondolom, hogy most így lassú, hát oké, szóval. Hát mihez képest? Nem egy sátán tangó. Jó, azért az megint csak egy másik extrém, igen, meg nem, hát nem egy tarbél a film. Hát nem félben, mert ezt sokkal jobban untam, és az Avatart, az pedig abból sok minden Avatar történik, de hogy... Bocs. Gyógyszertár. És az, igen, és a tár, hogy miért tár a cím, az a gyógyszertár miatt. Aki nem hiszi, elnézzen utána. Igen, ezt kérdés, hogy konkrétan mondja egy videóban. Ja. Ez nem ilyen Urban Legends tényleg. Meg nem sok filmet tudok, ahol női karmesterről szólna igazából. Igazából egyet sem. Ki a kedvenc női karmestered? Na pontosan. Nekem Lydia Tár. Ja, igen, Lydia Tár. És nagyon, nagyon, nagyon menő, hogy nem Amerikába játszódik, vagyis a nagy részt, hanem Berlinbe, ugye? Igen. Igen, igen, igen. És hogy én tökre elhittem mindent benne, de mindent. Szerintem csodálatos film. És nagyon fontos film is, akkor így mondom. Fú, nekem nagyon tetszett egyébként, most így beszélünk róla, az abban rájuk, nagyon jó volt. Tudod, mi volt a furcsa? Az, hogy akikkel néztük, ugye ők nem erre számítottak, és nekem nem voltam róla meggyőződve, hogy akikkel néztük ők, nekik tetszette tényleg. Igen? Miért akkor szerinted? Az nem tűnt fel, nem ezért is mondtam ezt a hosszú dolgot egyébként, hogy ugye Szia Gyuri, ő is másra számított, ugye Szia Júli is. Ági. Meg az Ági is szerintem. De Áginak nekem úgy tűnt, hogy, hogy tetszett. Meg amúgy a Júlinak is. De mindig volt, van egy de, tudod. Aha. De majd lehet, hogy ma megkérdezzük tőlük. Ja, meg kéne. Kíváncsi vagyok. Nem tűnt fel. Lehet, hogy annyira magammal volt már foglalva, meg így azzal hatással, tudod, amit így tett rám a film. Ja, én is abszolút, csak én mindig. Tehát nem vettem ezeket a jeleket így a többiek. Ma megkérdezzük őket, kíváncsi vagyok, hogy most így utólag mit gondolnak, nagyon kíváncsi vagyok rá. Én is. Látod, egyébként neked most jobban kijött az, hogy tetszik neked most, mint akkor. Nem, akkor is igen? Egyébként, meg aztán én gondolkodtam rajta. Ugye? És, de már akkor is tehát úgy ültem fel, hogy ez jó volt. Nagyon jó volt, nagyon jó. Tudod, mi a fura egyébként, hogy a vélet azt nem jelölt. Tényleg egyébként, és ezzel meg is lepődtem, hogy én azt gondoltam, hogy azt jelölték, vagy nem tudom. Meg hogy az ilyen nyerő, hát ezt nem gondoltam, hogy megnyeri, de most, hogy az előző kérdésedre mondjuk a Whale-t, azt inkább raktam volna, mint... Hát a Whale-t, azt inkább raktam volna, mint a Szomorúság háromszögét, vagy a Top Gun-t, bár mondjuk a Top Gun-t azt kifejtettem, hogy miért, vagy a Fableman-t, vagy az Elvis-t, vagy az Avatar helyére biztos, hogy beraktam szóval volna. Tehát ilyen felsoroltam, nem tudom, négyet vagy ötöt, aminek a helyére betettem hát volna. Csak én nem láttam, hogy az Elvis-t, meg a Fableman-t, úgyhogy én ezt nem mondhatom. Hát jó, eljötted nekem. De neked amúgy az a vicc, hogy neked elhiszem, ha más modellán nem hinném el. Hova tovább menjünk, ugye sajnos a Women Talking volt. Ja, egyébként még a vérrel annyi, hogy ugye a Brandon Fraser az is a legborítékolható volt, hogy megnyerte hogy megnyeri, a legjobb főszereplőt. Hát, oké, jó. A főszereplőkről majd ki fogunk térni később szerintem, én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Jó, oké. Akkor jöjjön a Fekete Leves. A Fekete Leves? Aha. Melyik a Fekete Leves? Az Everything Everywhere volt. Nem. De hogy is kihagytunk egy nagyot. Most néztük meg ebben a pillanatban. Ja, tényleg. Na hát szóljál. Nyugaton a helyzet változatlan. Igen. Egy újabb adaptáció. Én megmondom őszintén, ami nem olvastam. Idegen nyelvű film, ugye? Ja, igen. Vagy megint hát van egy idegen nyelvű film, a legjobb. Nemzetközi film, most már nem idegen nyelvűnek hívják, hanem ja, nemzetközinek, igen, de hát a különbség. De ja. Na igen, ezt most néztük meg, de konkrétan, hogy egy fél órája lett vége. Igen. Hazdok, mert... Most már egy órája. Hát ja, kb. Egy órája. De egy itt a podcastot néztük meg. És hogy ugye... tetszett neked? Nem beszéltünk róla. Nem, direkt nem beszéltünk.
beszéltünk róla. Nekem nagyon-nagyon tetszett a film, és ugye megmondom őszintén, ugye én nem láttam se a tévéfilmet, ami előtte volt, se az előtte lévőt, se a könyvet nem olvastam, és lehet, hogy úgy, ott is úgy van, ahogy itt, de mármint, hogy mondjuk az előzménye, de nekem kicsit hiányzott az, hogy jobban kötődjek a fő karakterekhez, meg az ő kapcsolatukhoz, ugyanakkor meg nem ezt akarta elmesélni ez a film egyáltalán, hanem a, amire szokták mondani, a háború borzalma, meg a nagyon tipikus jelenségét. Igen. És szerintem nagyon jól tette, és nagyon látványos is volt, és nagyon brutális. Nem a legbrutálisabb háborús film, amit láttam, de, azért eléggé jól érzékelte, meg nagyon jól jól is időzített ugye az ukrán-orosz háború fronttal, hogy a háború azért nem egy vicces dolog, meg semmi hősies nincs benne. Szerinted? Hát azt gondolom, hogy tökre ezt éreztem én is, amit mondtál, hogy nagyon kevés derült ki így a szereplőkről, és amiatt én sem tudtam kötődni hozzájuk, és így az esetleges haláluk, mert van olyan szereplő, aki ugye elhalálozik, de egy háborúban ez sajnos előfordul, neked megtörténik. Nem tudtam úgy annyira kötődni hozzájuk, és ez kicsit zavart, hogy emiatt így az egyes szereplőknek a halála, az nem érintett mondjuk úgy. Mélyen, és valami másik filmben, ami mondjuk kb. Ilyen hosszú, ott valahogy jobban megismered így a szereplőket, és valahogy jobban megráz, nem tudom, így a haláluk. Nem volt rá idő, nem tudom. Azon gondolkodtam meg, amit mondtál, szerintem abban tök jól látod, hogy igazából itt valószínűleg nem így az egyénre akarnak koncentrálni, hanem úgy általában, hogy ez így bárki lehet, ez bárkinek lehet a fia, vagy a testvére, az, igazából vagy az apja, vagy a gyereke. Szól talán ez a film, nem? Hát vannak részek, amik arról szól, igen, arról szólnak, de hogy itt tényleg így az ilyen ártatlanság elvesztéséről szól. De nem szájbarágos. Itt tényleg így a háborúnak a borzalmáról, és ugye amikor főszereplő a Paul, az igazából bárki lehetne. Igen, akár te is, vagy én igen, is, már 20 évvel ezelőtt mi, de hogy is 10 évvel. Igen, és lehet, hogy mondjuk ebből a szempontból jobb, hogy annyira nincsenek éles körvonalak ezeknek a karaktereknek, hogy így bárkit oda tudsz gondolni, meg lehet, hogy van egy olyan barátod, vagy egy ismerősöd, aki ráemlékeztetőd, aki szintén hajtani szeretné a csajokat, vagy mondjuk most hajtja a csajokat, és hogy a háború hát, lenne, azt mondaná, hogyha vége lesz, hogy hajtom a csajokat. Tinédzser akar lenni, tehát, hogy igen, tehát, hogy ő civil életet akarna élni, vagy hogy tinédzser, gyerekek gyerekként akarnak viselkedni. Ez szerintem erős film volt, nekem nagyon tetszett. Meg abban a szempontból is szerintem fontos, amit mondtál, hogy jól bemutatja elború borzalmait, és jól, hogyha ráébrednek az emberek, hogy azt nem nagyon kéne csinálni. Az emberek mai napig romantizálják ezeket, és szerintem ez nagyon nem kéne. Semmi romantikus nincs abban, hogy szuronyra felszarvaznak, érted? Jó, te nem voltál katona, nem tudhatod. Ja, nem vagy férfi se, igen. Különben is mit keresed itt? Menjél fogkefével víz és súrolni a padlódba. Nem, hidegen eszed a pacalt, hát nem vagy igazi férfi. Micsoda, Anni, nem volt még vérhasad? Hát úristen, undorító. Szóval nagyon ajánlom mindenkinek, én is, meg ha jól értem, akkor te is, ugye? Igen, igen, jó volt, fel van Netflixen. Na ez a másik különlegesség, hogy Netflix film. Igen. Igen. Most már eljutottunk oda, hogy a streamingek is most már zsinya nélkül jelölve vannak, ugyebár. Egyébként annyi, hogy én láttam a tévéfilmet belőle, úgyhogy én tudtam, hogy mi a vége, bár a tévéfilmnek más lett a vége. Na, az jó. És hát úgy más, hogy azért így a fő mondani való, meg így a fő történés, az megtörténik itt is, mint ugye abban. Csak hogy máshogy történnek azért így a dolgok. Nekem kicsit túl ilyen 2023-as volt talán már ez ez a vég? Itt, hogy aha, hogy most így spoiler nélkül én azt gondolom, hogy nekem visszafogottabb a tévéfilmnek a vége, és nekem az ízlésesebb volt. Én gyerekként láttam, és valahogy nekem jobban adta. Mondja, igen. Meg hogy ez, hogy miért ez a cím, hogy nyugaton a helyzet változaton, az abból kerekperec kiderül. Ebből meg nem tudom, hogy mennyire derült ki, majd szóval azt adáson kívül megbeszéljük, hogy spoiler nélkül nem lehet. Mindegy, az a lényeg, hogy nézzétek meg, mert érdemes. És én azt gondolom, hogy a keleten a helyzet változatlan, de hát az mindegy ebben az esetben. Ezt nagyon várt, hogy ellőhesd, ugye? Nem viccből, de ez komolyan, halál komolyan gondolom. Tudom.
És akkor most jön a fekete leves, már akinek fekete leves. Mondd el, mert te jobban szereted. Az Everything Everywhere All at Once, mindig, mindenkor, mit tudom én, mi a magyar címe, nyerte az Oscart, és ez borítékolható is volt. Megint. Mindenki ázsiai volt benne, ez most ez ennek is Jamie Lee szólt. Curtis nem értem. Várjál, azt majd mindjárt kifejtem, hogy ez miért. Neked az megvan, hogy a nő, aki játszott az Everything Everywhere All at Once, a főszereplő, ő volt benne a Kill Bill-ben az egyik? A izénő, a fú, az egyben. Fú, hogy hívták? Na mindegy, szóval, hogy az igen, abba volt benne, de mondd, hogyha fasságot mondok. Nem tudtam, de egyébként a Michelle Yeoh Vagy a izébe volt, a Tigris és Sárkányba, Tigris és várjál. Sárkányban benne volt, A igen. Kill Bill-ben nem volt benne. Én nem tudok róla. Á, akkor már mutatná. Jó, akkor elcsesztem. Szóval Szerintem nem volt benne nem a volt Kill benne. Nem, a Bill-be. Tigris és Sárkányban volt benne, ami szinte egy oszkáros film volt. Igen, nekem az szintén nem tetszett, de én nem szeretem az ilyen kung fu filmeket alapból, Arra szóval majd most így. visszatérünk egyszer, vagy nem. Ja, Szóval de na mindegy. visszatérve erre, ugye ez a film, ugye nagyon különlegesség az volt, hogy ázsiai volt a cast, és ugye főleg szerintem kínaiul beszéltek, vagyis Hát mandarinul. amerikai ázsiaiak voltak Igen, benne. de hogy mégis saját nyelven beszéltek benne nagyon sokszor, az tetszett, meg nagyon tetszett benne az, hogy a főszereplő igazából semmi, tehát hogy ő igazából egy senki, csak annyi, hogy van hatással a következményekre minden, amit csinálunk gyakorlatilag. És ezt egy olyan extrém módon jelenítették meg, ami nekem nagyon tetszett. Meg az, hogy A24-es film nyert Oscart, azért az is egy nagy dolog. Hát szerintem az jó, hogy A24-es film nyert Oscart, már az A24 a legjobb filmeket csinál, és kapjanak Általában. több pénzt, mert csinálnak több filmet, ha nem megy a minőség rovására. Viszont Viszont. szerintem nagyon túlértékelt ez a film. Én ezt így moziba láttam, tök véletlenül igazából a Chester Lilivel láttuk moziba. Ha hallgatnál minket Lili, akkor szia! És annyi volt, hogy én nem messze lakom a művész mozitól, és akkor pont volt nálam a Lili, és akkor mondta, hogy egy barátnőjével mennek megnézni, és akkor csatlakoztam hozzájuk, így teljesen így hirtelen felindulásból. És nekem amúgy ez már túl sok volt, hogy nekem ízléstelen szerintem, Tényleg? De szóval miért? igen, tehát hogy túl sok volt a verekedés, szerintem unalmas volt, nagyon el volt húzva, nagyon el volt az egész film húzva, tehát hogy amit akart mondani, az sokkal rövidebb idő alatt el lehetett mondani. Engem a verekedések untattak, akkor én nem Szerintem tudok komolyan menni egy olyan filmet, amiben egy műdildóval verik egymást, szóval ez nekem nem vicces. Akkor van benne egy kurva ilyen jó volt. lecsó Az referenc, jó volt. szerintem hülyeség volt az is, tehát hogy szerintem Kurva sokat röhögtem rajta. igen, és akkor nyert egy Oscart egy olyan film, amit tök sokat rögtem. A Dumb és Dumber-en is tök sokat Én rögtem, azon meg nem az Ace röhögtem Ventúrán soká. is, és nem Mármint a tudom, azok se kettőn, az kaptak egyben. Oscart. Úgyhogy Igen, de ennek volt mondani valója is, meg azért elég. micsoda? Milyen olyan mondani valója volt, ami más filmben már nem történt meg? Tehát, hogy neked Jó, tényleg mondott igen. egy olyan újat, hogy egy ilyen Újat nem anya, tehát, mondott, hogy de az, hogy ha te nem vagy egy nagyon különleges ember, akkor is hatással lehetsz dolgokra, meg a aha. családodnak attól még fontos vagy, meg hogy a lányod az annyira meg akar neked felelni, és annyira nyomasztja azt, hogy szigorú vagy, hogy a világot is elpusztítaná, csak hogy bebizonyítsa, hogy nem tudom, nem erőszakolhatod rá az akaratodat, szóval Szerintem nekem. ez tök jó így egy csomagba, főleg, hogy ilyen viccesen tálalva van. Nem tudsz még egy ilyen filmet mondani. Nem mondanám azt, hogy Oscárt érdemelne egy percig sem, mondjuk. Azokhoz képest, amik lettek a jelöltek, határeset, de mondjuk a Tár nekem azért jobban tetszett. Szerettem volna kérdezni, hogy te kinek adtad volna az Oscart ezek A közül. jelöltek közül én azért a Tárnak, Aha. mert ez egy imádnivalóan királyfilm. A Tár. Aha, igen. Én a Sziget Szellemének adtam Ó, volna, mi a ha már így fene? megkérdezted, és nekem nagyon tetszett egyébként, szerintem a Sziget Szellemei az oké, hogy nekünk nincs annyira kötődésünk hozzá, Aha. de mivel senki sem egy sziget, Aha. amit szoktak mondani, ezért Igen. így az emberiségnek a sorsa, tudod, meg Igen. a nemzeteknek a sorsa, az hatással van ránk is, tehát, hogy
Ez igaz. És én azt gondolom, hogy ez egy fontos téma, és itt tök jó, hogy erről van egy film, és szerintem ez egy olyan téma, amivel nem foglalkoztak annyit. Meg nem tudom, most az Everything Everywhere All At Once, az oké, okay, jobb, mint mondjuk egy Marvel film, de igazából... Jó, hát ez nem mondtál nagyot. De most nem tudom, most ilyen párhuzamos világok, meg nem tudom, nekem valahogy... Én értem, hogy miért kapott Oscart, meg nem lepett meg, hogy Oscart kapott, de én nem tudom, mondjuk ilyen így a Banshees of Inisherint jobb filmnek is tartom, a színészek is szerintem jobbak voltak benne. Az, a színészekről beszélünk, nem voltak nagy számok benne, ezt leírom. Az Everything Everywhere All At Once, és mégis majdnem mindenki Oscar. Igen, de ezt tudjuk, hogy miért. Tehát, nem, tehát ez a téma volt, ez a B-listás színészek. Jó, engem nagyon felidegesítette ez egyébként. Én nem vártam erről, ez egy ilyen redemption. Hát nem tudom, én azért reméltem, hogy azért nem tudom, hogy ott tényleg így észrevel megnézzük, hogy ki az, aki színészileg hogy alakított, és azt kapott. Szerintem megnézték az internetet, és az alapján. Jó, oké. Okay, nem, hogy tényleg ez történt. Nem azt mondtam, hogy igazuk van, csak mondom, hogy ez történt. Jó, ez kicsit olyan, mint amikor a Fekete Párducot jelölték, mert az internet mondta, hogy hát, hogy az kell, mert hogy ez egy fontos film. És nem film. Tudták beleerőszakolni, de megpróbált, mire fontos, de hogy fontos. Pont annyira fontos, mint a nem tudom, mint a Guardians of the Galaxy 2, érted? Pont annyira fontos. Kb. Sem ennyire. Leginkább. Nem azért, mert ez egy rossz. Mert a Guardians of the Galaxy 2 is divers, mert nem tudom, egy crewban van egy mosómedve, akkor egy jó, divers. A Thanosnak a lánya, de attól egy még, ember, valami divers, egy még nem lesz jó. Fa, ez az meg azért... ilyenek. Hát nem, szerintem se. Tehát most akkor de ha már fontos fekete filmek, akkor inkább a Moonlight 100-szor, mondjuk Thanos neked. Én azt sem szeretem egyébként. Megnézem újra valamikor. Az is A24-es bajló volt. Ezt láttad a Michael B. Jordannek egy ilyen korai filmjét? Melyiket? Ugyanaz rendezte, aki a Creedet is. Nem tudom. Mindjárt mondom a címét. Nem a Super... Fruitvale Station 2013-as nem, film. Nem, ez nem. Láttad? Nem. Ez nagyon jó film. És ugye ez Amerikában játszódik, és ez egy ilyen valós történetet dolgoz fel, amikor ilyen rendőri, hát ilyen rendőri túlkapásokról szól, és ugye Ryan Coogler rendezte. Opa. Tehát, hogy ők már együtt dolgoztuk ugye a Creed előtt is. Valószínűleg én ezt nem tudtam, és ez egy fontos filmnek hangzik. És szerintem ez akkor már jobb film, hogyha már nem tudom, egy ilyen témáról van szó. Ja, láttam a 8-as tattel az IMDb-n. Hát igen, mert megérdemli. Viszont nekem visszatérve az Oscarra, nekem az az érzésem, hogy ez ilyen redemption arc volt olyan szempontból, hogy B-listán... De várj, bocs, meg akkor szerintem ugorjunk a színészekre mindjárt. De hogy akkor abban, jól értem, hogy egyetértünk, hogy a jelölések közül nem az Everything Everywhere All At Once-nak kellett menni. Nem. Na, jól van, szerintem sem. Nem, akkor legalább ebben egyetértünk. De azért határeset, mert a tár az nekem túlságosan is tetszett. Túl jó az a film. És akkor a Sziget szellemei nem mondjuk jobban tetszett az Everything Everywhere? Hát ezt azért nem merném kijelenteni. Tízőben melyiket néznéd meg legszebb? Mind kettőt igazából. Az a helyzet. Igen, mind a kettőt? Mind a kettőt megnézném. Ja. Meg tervezem is. Hogyha holnap kéne választani egyet a három közül? Akkor a tárt nézném meg. Én tudod, mit néznék meg, hogyha egyet kéne választani a jelölt filmek közül? Na. Top Gun. Gondoltam még három után is. Jó, de a Top Gun-t azt régebben láttam, mint a többit. Az igaz. Igaz, láttam mondjuk háromszor, a többit meg csak egyszer. De ennyire jó volt. Régebben. Szóval tovább a színészekre. Igen. Szerintem ez a B-listás színészeknek adtak egy ilyen visszatérő Oscart az összesnek. Brandon Fraserért, ki a halál gondolta volna, hogy ő valaha is fog olyan filmbe szerepelni, amit bármelyik, nem tudom, filmszakos mondjuk elismerne. Ez mindig ilyen halál, commerce, meg gagyi filmekben szerepelt főleg, bárki bármit igen, mond. Igen, nem is tudtam komolyan venni, mert egy hülye feje van a csávónak egyébként. Amúgy szerintem a VL-be jó volt, oké, okay, hogy így meg volt kövérítve. VL-be kurva jó de volt. De jót játszott, szóval amúgy én azt mondom, hogy tehát ügyes volt. Szerintem megérdemelt. A Colin Farrell alakítása is tetszett. Meg én nagyon szeretem a Paul Mescalt, és szerintem tök jó volt az After Sun. Fú, nagyon jó volt, nagyon úgyhogy, erős volt. Úgyhogy, hát, ja. Ajánljuk azt a filmet amúgy. Jó, én lehet, hogy elfogultok, én a Paul Mescalt-nak adtam volna inkább. Nekem a Brandon Fraser teljesen oké, okay. Én ezzel el vagyok. A Michelle Yeoh-val nem vagyok el, az is így olyan volt, hogy oké, okay, szerepeltél a nem tudom mibe, és akkor most ugye az Everything Everywhere-nek csinálunk egy ilyen... És akkor az első ázsiai nő, aki Oscart kapott, ugye? Aha, igen, igen, igen. Tehát, hogy most már azt is ki lehet checklistelni.
Mert én a Kate Blanchettnek adtam volna nyilván, Én tehát ez is a nem Kate volt ki, Blanchettnek nem volt adtam volna. kérdés. Michelle Williams a félbe a mezbe, hát nem tudom, én nézd meg, aztán beszélünk A róla. blondot meg a Two Leslie-t nem Túlzás. is láttam Én láttam például. a blondot, hihetetlenül idegesítő film szerintem. Az Igen? Adam szaranyos, meg így szerintem, nem tudom, idegesítő volt benne, de jól hozta a karaktert Hát szerintem. még ez is egy ilyen hálás, hogy akkor eljátszod az ikont, tudod, Na de hát igen. nem jött be most, mert ez nem az az év volt. Ja. És ugye nyilván a legjobb rendező a Kate Daniel, szerintem ők még fognak sok filmet rendezni, Na hát valószínűleg. valószínűleg jókat, meg kevésbé jókat is, mert meglátjuk. Hát én a Spielberg jelzését azt itt nem értem, vagy hát így Na, az csak értem, izé de hogy volt, így az csak... nyilván Spielberg csinál egy Ez a filmet, fontos. Ha már, akkor... Netflix filmet jelölnek, azért kussoljon be az öreg is, Jó. tudod. Ki Huai Quan, ugye, alias Pitz úr, ugye megnyerte a mellékszereplőt, ez is tudjuk, hogy Vicc az miért. egész. Nem azért, mert annyira jó volt, nem volt jó. Ez is a Redemption-nek része, hogy ugye... És hol van Harrison Fordnak az Oscar-díja? Sehol és nem is lesz. És miért? Hát azért, mert nincs. Mert neki nincs Redemption arc, ő mindig izé volt, ott volt, tudod, a színen. Hát Meg egy oké. karakterszínész, ahogy a Ki Huai Quan, még az Ön se. nem, Meg az nem se. Még az karakterszínész. se. Még az se. Tehát, hogy ő az, hogy akkor 30 éve szerepelt utoljára a filmben, vagy 20 Hát na, éve, már nem egy tudom. nem véletlenül, kettő meg mindig Igen. olyan, mint egy gyerek, tehát olyan, mintha picurt lehetne öregként, Folyamatosan, érted? igen. Mint hogyha valami Benjamin Button elbaszott dolog Így lenne az van. egész. Tehát, hogy nem tudom, a Brandon Gleeson meg a Barry Keoghan sokkal inkább megérdemelte Hát volna. Barry Keoghan zseni, tehát hogy Sőt. annyira jó volt abban a filmben, meg egyébként én nagyon-nagyon Amúgy szeretem, és nagyon jó szerintem ő színész. nyerte volna, mert ugye árva gyerek volt, tudod, nem mit tudom én. Hát ez nem érdekes, de hogyha első járva gyerek Hát lett, most ez az... a, de Jó, most nem ez volt, most ez a egyébként, sorozat volt. de igen, tehát hogy Ne. nem tudom. Jó, szóval ez... Nem tudom. Szóval Mondom, nem... Redemption Arc, Brandon Az, Fraser, a jó, Ki igen. Huai Quan, és a Jamie Lee Curtis is egyébként, mert így emberek azért így, oké, hogy hallottak Jamie Lee Curtis-ről, de a legtöbben szerintem nem tudják, hogy miben szerepelt és honnan lett híres. Hogy egy kibaszott B-horror filmnek volt Halloween, Halloween-ben, igen. persze. Tehát, hogy az azért nem egy tehát, hogy olyan nagy értéket, vagy Oscar értéket, ha lehet, hogy nem képvisel. Ez egy kibaszott horror film, ahol Meg nem tudom, most abban a filmben szerinted olyan jellegzetes volt egész nem alakításon volt az a rossz. karakter. Szerintem nem volt rossz egyáltalán, mert mint hogy így emlékezetes volt, inkább mint a, nem is tudom. Hát, már nem tudom, mondjuk a nővére hát mondjuk az is Szerintem elég igen, jó aki volt. a Carrie Condon a Banshees of Inisherin-ben, nem tudom, nekem így Mondjuk a jobban Hong Chao tetszett. is a Vale-lel, tehát Egyébként a Hong az Chao is is jó erős volt volt. különben, és ja, szóval. És akkor most itt igazából végül is meg lett ez cáfol. Mármint a te elmélet, nem megyek a tényleg az ilyen visszatérő színészek. Az nem, de az ázsiai dolog viszont igen, Az mert a Jamie Lee Curtis. Hát az igen. első Oscarja, érted, B-listás színészek. De amúgy ezzel semmi baj nincsen, csak hát azért nem már, hogy a picúr nyer egy Igen, tehát nem az van, hogy mit tudom, most nem így sajnálom tőle, csak most Amúgy egyszerűen, aranyos volt a hogyha beszéde. egymás mellé teszed ezeket az alakításokat, akkor így annyira nagy a Ez a ne különbség. vicceljünk már Igen, tehát kategória. hogy ez most nem olyan, hogy ez most nem ízles kérdése, hanem ezt itt Júj. teljesen objektíven Igen. szerintem látszik, hogy az egyiknek sokkal erősebb, meg emlékezetesebb az alakítása, mint a másiknak. Igen, abszolút. Viszont, ami, ja, mi van még? Ugye volt a supporting, nemzetközi filmekből ugye sajnos csak a nyugaton a helyzet változatlant láttam, én nem tudom, hogy te hogy vagy Én ezzel. is, de igazából az eléggé várható volt, hogy nyerni fogunk, hogy a legjobb filmes Persze. jelöltért, Hármat is szóval. bezsebelt, szóval az elég korrekt szerintem. Meg az, hogy nem tudom, jó volt, nagyon. Meg az Argentina 1985, az biztos, hogy érdekel, és meg Ezt akarom nem is meg nézni. akarom nézni. Meg a Szamarasat is, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, már elég régóta. Viszont az érdekes, hogy az adaptált forgatókönyvnél, ugye a Women Talking nyert, azt már megnézem, kíváncsi Igen. vagyok. Hogy ugye a Nyugaton a helyzet vezetlen tök híres könyves, őt meg nem kapta meg így az adaptálásra. Hát, nekem van egy tippem, hogy miért egyébként.
majd... Hogy azért legyen meg az a checklist is szerintem, hogy nehogy az, hogy akkor elkezdenek az emberek háborogni, meg... Nem tudom. Én rossz májú vagyok egy kicsit ezzel kapcsolatban. Ezt a Glass Onion-t viszont nem értem. Az egy vicc, az egy szar film, sajnálom. Nem, az nem egy jó film. Nekem egyébként nem szerintem a Knives Out film tök jó, és ugye Glass Onion sokkal rosszabb. Rettenetesen rossz. Itt megjegyezném Hugh Grantnek az interjúját az Oscar gálán, nézzétek meg YouTube-on, szerintem az egyik legjobb, ami az Oscar gálán történt. Én nagyon sokat nevettem, csak mondom. Maverick adaptált screen vicc, hát, hogy ez egy, ja, meg ez akkor lesz annyian is egy mert vicc. Mert ezt nem tudom, hogy így a hallgatók tudják-e, hogy ugye, hogyha valami a folytatása valaminek, és olyan karaktereket, meg olyan világot használ, ami már más filmben megjelent, akkor nem eredeti forgatókönyv, hanem adaptált. Tehát, hogy igazából a Top Gun 1-nek idézőjelben az adaptációja, mert a folytatás, ugye Top Gun. Én itt húznék elmi, egy kurva nagy vonalat amúgy. Emiatt adaptált. Nem azért, mert mit tudom én, könyvből lenne, vagy ilyesmi, de hogy nyugaton elhelyezett, mert könyvből van. Szóval ez fura. Én ezt nem értem ezt a szabályt, de jó. Nem, de... szerintem egy hülyesség. Szerintem. Ennyirevel az összes Marvel filmet lehetne adaptálni, mint képregény alapján készül. Na, most az original score-nál, hát én nagyon reméltem, hogy a Babilonnyal, mert nagyon jó zenéje. Fú, ezt mondtad, és sajnos és, nem hallottam. Egyébként a nyugaton állított változatlan, és szerintem így jó volt zeneileg, de hogy nekem a Babilonnak így az a fő téma, ami benne volt, annyira belém ragadt, hogy még így napokkal később is így ment a fejembe, meg így meg akarom hallgatni. Úgyhogy ja, sajnálom, hogy így a Babylon teljesen hoppon maradt. Hát ez, igen, ez egy kicsit én is, még annak ellenére is, hogy nem láttam. Én remélem egyébként, hogy így utólag talán majd... Szerintem ez egy kult klasszikus lesz. Remélem, hogy jobb lesz a megítélésége, hát bízom benne. És az original songról mi a véleményed? Én nagyon-nagyon drukkoltam neki. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drukkoltam nem ennek. Nem láttam, úgyhogy fogalmam sincs. A RRR, ugye? Vagy VRR, nem is tudom már. RRR. Az egy, szerintem egy kurva vicces film, én szétadom, de 3 órát azért nem biztos, hogy megér. Főleg, hogyha valaki rühelli az indiai filmeket, annak, még annak is ajánlom egy kicsit, mert amúgy annyira elborult, hogy az bazzeg valami hihetetlen. Én nem nagyon láttam indiai filmet, de azt gondolom, hogy ez még így nem tudom, nézhetőbb talán. Az, nem. Mert így láttam részleteket belőle, meg így jó olvastam róla. Hát... ja, amúgy... lehet, hogy nekem sok lenne különben így az Everything Everywhere-ből. Veled megnézném egyszer csak azért, hogy végignézd. Nekem akkor már nagyon túl vannak tolva a dolgok. Nagyon, igen, de az viszont az elejétől kezdve nem árul zsákba macskát, hogy túl lenne tolva, vagy nem. Amúgy ezt a zenét én sejtettem már akkor, amikor láttam először, hogy ez valahol jelölve lesz, meg kurva jó a zene, meg a maga a jelenet is. Egy baromság, de én nagyon szeretem. Na jó, viszont le fog járni az idő, úgyhogy akkor így összegzésnek. Hát szerintem eléggé jól körbejártuk így a dolgokat, mi nem fontos, maradt semmi. Hát igazából ja, annyi egy ilyen sziget szellemének adtam volna, Everything Everywhere All At Once. Nem azt mondom, hogy egy rossz film, de nekem az túlértékelt volt. Meg igen, túlértékelt egyszerűen. Én a tárnak adtam volna mindenképpen, egyszerűen elfogult vagyok. Meg tudom érteni, mert nagyon tetszett az is. Esetleg még egy ajánlót gyorsan toljunk, hogy van valamit mostanában láttál, és így ajánlanád? Hú, gondolkozom, mit régi, láttam. Régebb is lett. Amíg gondolkod, elmondom, láttam, hogy én igen. Újra néztem na. Most az összes Sikoly filmet, miatt kijött a zseniális 6. vagy. Rész, és ezt így 3 nap alatt letoltam, és nekem egyébként tök jó nosztalgia volt, meg így az 5 újra nézve szerintem sokkal jobb volt, mint még amikor moziba láttam. Amúgy a 6-ot is szerintem érdemes megnézni, meg én így mindenkit bátorítanak rá, hogyha nem félnek mondjuk így a horrortól, akkor érdemes így újra nézni a Sikolyokat, mert szerintem tök jó. Most szerintem egész jól öregedtek is talán. Hát nekem a második, harmadik rész az olyan... Hogy meg kellene néznem nekem is, igen. Az első, a negyedik, meg az ötödik az nagyon-nagyon tetszett. Na te mit ajánlanál? Én ajánlanék, bocsánat, láttam egy magyar filmet, ugye a Veszélyes lehet a fagyi, ugye? Megnéztem? Megnéztem, igen, és... Elmondjam, én nem tudom, mi a baja egyébként a forgatókönyvíróknak, meg a rendezőknek, hogy így szét akarnak művészkedni, aztán szétesik a film darabjaira. Én nem értem, hogy ez miért kell ezt erőlt, tehát miért nem lehet normálisan rendezni és forgatókönyvet, meg párbeszédeket írni, ez akkora, nem tudom, egyszerűen nincsen összerakva normálisan, nem ajánlom.
senkinek. Hát ugye, pedig a témája jó amúgy. Terveztem Szilágyi Fannit, ugye a rendezőt meghívni a műsorba, de ezek után akkor lehet, hogy át fogom ezt értékelni. Vagy hát, ha nem hallgatja ezt meg, és akkor nem tudom. De jó, majd én kíváncsi vagyok, most meg fogom nézni. Köszi az ajánlást. Én lehet, hogy... Vagy a nem ajánlás, de igazából meghoztad a kedvem, mert Érdemes megnézni, nekem ez a véleményem, nekem nem tetszett, sajnálom. Jó van, és akkor szerintem szeretném megköszönni a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok, és úgy remélem, hogy sok filmet néztek, és ugye amúgy jók voltak az oszkáros filmek, úgyhogy nézzétek meg őket, sziasztok! Sziasztok!